Még 2014-ben voltam Erasmuson Madridban, ott éltem fél évet, illetve tanultam a Carlos III de Madrid Egyetemen. Minden kétséget kizáróan életem egyik legmeghatározóbb élménye volt ez a fél éves időszak, éppen ezért most ebben a videóban olyan pontokat hozok neked, amik azt mutatják meg, hogy miért lehet érdemes neked is kimenni egy fél évre, évre dolgozni vagy tanulni külföldre, hogy mit adhat hozzá a te életedhez és személyiségedhez egy ilyen kaland. Mit szólnál hozzá, hogyha azt mondanám, hogyha tanulni akarsz külföldön, akkor tudok neked intézni pár ezer eurót, amit csak úgy hozzád vágnak, hogy menj és csináld. Tessék pénz! Ingyen pénz! Erről, na meg persze sokkal többről szól az Erasmus Plus ösztöndíj program a mai videó támogatója. Ennél jobb lehetőséget soha nem lesz, hogy külföldön tanulj, mert hogy nem csak anyagiakban segít neked az Erasmus Plus, hanem szervezésben, információkban együttműködnek az intézménnyel, ahol tanulsz, ad egy egész keretet a dolognak, tehát nagyságrendileg megkönnyíti az egész folyamatot. Már hallom is a kifogásokat, ide hallom, nem lesz elég pénzemre. Az Erasmus Plus célországtól függően 470 és 520 euró közötti összeget ad havonta, ami egy fél éves tanulásnál azt jelenti, hogy 2820 és 3120 euró közötti összeget kapsz ki. Ez, ami elég jó, ehhez ráadásul lehet igényelni szociális rászoruló hallgatóknak kiegészítő támogatást is, ami még plusz pénzt jelent. Nem beszélek tökéletesen az adott nyelven. Nem is kell tökéletesen beszélni ahhoz, hogy kimenj, elegendő egy középszintű, középfokú nyelvtudás. Én például középfokú angollal és alapszintű spanyollal mentem ki Madridba, és tökéletesen jól boldogultam. Csúszni fogok a tanulmányaimmal. Nem fogsz, mert a krediteket el lehet számoltatni az itthoni óráidra, tehát ott levizsgázol, megszerzed a jegyet, és az be fogják írni az itthoni óráidra, úgyhogy nem fogsz csúszni semmivel sehova. Bár tény, ami tény, én egy nívós egyetemre mentem, ugye, és hát angolul szóbeli és írásbeli vizsgákat is tenni a tárgyak keretében, az azért nem volt könnyű, hogy úgy mondjam, de kihívásnak baromi jó volt, megugrottam, és ez még fentebb tornázta az önbizalmamat. Távol leszek a szeretteimtől. Ez egy valid érv, viszont manapság már a közösségi média segítségével napi szinten lehet tartani bárkivel a kapcsolatot bárhonnan. Másrészt lehet, hogy örülnek, hogy fél évig nyugtuk lesz tőled. Másrészt ez a távolság és egyedül lét egy nagyon hasznos tapasztalás lesz az életedben, amiről majd részletesebben beszélek a videóban. Szóval, ha szeretnél egy életre szóló élményt szerezni magadnak, amit még az unokáidnak is fogsz mesélni, és elfogadnál ezért pár ezer eurót, amit csak úgy hozzád vágnak, hogy menj és vásd valóra ezeket az álmokat, akkor mindenképpen csekkolj rá az Erasmus Plus ösztöndi programra, minden részletet, linket és információt megtaláltok a leírásban. Természetesen, mint mindig, most is nagyon várom a véleményeteket a komment szekcióban. Írjátok le, hogy ti voltatok-e rövidebb, hosszabb ideig külföldön, akár tanulni, akár dolgozni, hol voltatok, melyik ország, melyik város, mit tanultatok, mit dolgoztatok, miért, hova, mennyit, hogyan, milyen tapasztalat, mikor jöttetek haza, stb. Mindent írjatok le a komment szekcióban, és motiváljuk egymást egy ilyen kalandra, mert nagyon-nagyon építő lehet az ember személyiségére és életére nézve, de erről részletesebben a videóban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig 10 ok, amiért neked is külföldre kell menned. Önállóvá és felnőtté válsz. Már az egyetemi évek is egy nagy lépés az ember életében a felnőtté válás útján, hiszen én is ugye Szegeden tanultam, a Szegedi Tudományegyetemen, ott laktam különféle albérletekben, és hát ott egyedül kellett élnem és boldogulnom tulajdonképpen, de azért hétvégén még hazavittem kimosni a ruhákat anyának, meg kaptam egy-két doboz kaját, mikor visszamentem Szegedre, tehát azért egy köztes lépcső volt a független, felnőtt és önálló élethez vezető útom. Madridban viszont szembe kellett néznem azzal, hogy mindent nekem kell megcsinálnom, és mindent nekem kell megoldanom. Full adulting. Hiába üvöltöttem, hogy anya, hol van a kék pólóm? Miért nincs kimosva? Nem hiszem el, hogy megint nem vettél kenyeret, és ez csak az egyhetes száraz most, ezt tegyem komolyan. Mert senki nem felelt. Vagyis felelt volna, mert a spanyol lakótársaim kivágtak volna az albérletből, hogyha üvöltözök, de értitek a lényeget. Ha én nem mostam magamra, akkor büdösek voltak a ruháim, és abba kellett elmennem. Ha nem vásároltam be a boltba, vasárnap meg nem voltak nyitva a boltok, akkor bizony nem volt mit enni. Ha meg nem főztem magamra, akkor nem volt meleg étel az asztalon, rendelni meg nem tudtam, mert annyi pénzem azért nem volt. Ha bármit el kellett intéznem, meg kellett csinálnom, akkor csak is magamra számítottam, és senki másra, nem volt ott senki, hogy segítsen, vagy megoldja helyettem a helyzeteket, hogy ez egy óriási lépés volt az önállóság és a felnőtt lét felé. Rugalmas leszel és probléma megoldó. Rögtön miután leszálltam a gigantikus madridi repülőtéren, az első feladat az volt, hogy eljussak a metróhoz. Miután ez megvolt, kisilabizálni, hogy a több tucatnyi metróvonal közül mégis nekem melyikre kell felszállni. Mikor ez megvolt, akkor jegyet venni a pénztárostól, aki a legnagyobb megdöbbenésemre nem beszélt angolul. Igen, egy olyan repülőtéren, ahol 2019-ben 62 millió ember fordult meg, hát spanyolok, tudod.
Na de az öreg Attis az nem hülye ám, készültem erre! Ezért tanultam fél évig intenzíven spanyolt a kiutazás előtt, hogy tudjak alapszinten beszélni, és megoldjak minden ilyen szituációt, hogy elő is kaptam, figyeld! Hola, ¿qué tal? Me gustaría un billete de metro? Igazából szinte minden napra jutottak ilyen feladatok, amiket meg kellett oldani, különös tekintettel, hogy a legegyszerűbb feladatok is borzasztó nehezek voltak, például eljutni A pontból B pontba, hiszen minden spanyolul volt, és semmit sem ismertem. És hamar rájöttem, hogy hiába kiabálok, káromkodok, könyörgök, sírok, szenvedek, senki nem fog segíteni, úgyhogy jobb, ha rugalmasan hozzáállok, adaptálódok, probléma megoldok, úgyhogy hála égnek ezen időszak alatt sikerült kifejlesztenem azokat a skilleket is még magasabb szintre, hogy úgy álljak hozzá a felmerülő problémákhoz, hogy jó, nézzük meg, mit tudok csinálni, és oldjuk meg ezeket a problémákat, és ne siránkozzak rajtuk. Megismerkedsz egy másik kultúrával. Jó, persze ez attól is függ, hogy mennyire mész messze, mert ha Bécsbe mész fél évre tanulni vagy dolgozni, akkor azért az nem lesz annyira más. Én szándékosan messzibre akartam menni egy kifejezetten más életritmusú országban, hogy megtapasztaljam ezeket a kulturális különbségeket és finomságokat. És Spanyolország erre tökéletes hely volt, ott más az emberek életritmusa, hozzáállása, temperamentuma, viselkedése, attitűdje, és nagyon izgalmas volt megtapasztalni ezeket a különbségeket, és levonni a következtetéseket, konzekvenciákat, tanulságokat önmagammal kapcsolatban, és hogy én hogyan kapcsolódom ezekhez a különbségekhez. Az ember mindig tud tanulni valami újat, hogyha hajlandó kilépni a saját buborékjából, amiben éli az életét, ebben az esetben a saját kulturális buborékjából, hiszen megismeri a másik kultúrának a működését, és ezáltal sokat tanul a saját kultúrának a működéséről is, és ez mindig egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos tapasztalat lesz. Plusz első kézből tesztelhetett, hogy igazak -e ezek a nemzeti sztereotípiák. A spanyolokról például azt mondják, hogy hangosak, de ez nem igaz. Ugyanis rohadt hangosak, indokolatlanul hangosak. Empatikusabb, befogadóbb és megértőbb leszel. Mondanom sem kell, hogy egy olyan nagyvárosban, mint Madrid, alapvetően is mindenfajta bőrszínű, etnikumú, vallású, nyelvű, országú ember megfordul, amire az Erasmus még rátesz 143 lapáttal, mert hogy ott kifejezetten ugye mindenfajta országból jönnek emberek Erasmusszal oda, tehát mindenfajta országból jövő mindenfajta emberrel találkozni fog. Emlékszem, amikor ott ültem az első nap ilyen nagy fogadó vacsoráján, ahol az összes mind a több száz Erasmusos ott volt egy óriási terem, és egy asztalnál ültem mindenfajta diákkal, volt közöttük orosz, amerikai, ausztrál, afrikai, kínai, arab, mindenféle ember, amit el tudsz képzelni gyakorlatilag, és hogy ott ültem, beszélgettünk, együtt nevettünk, tudatosan és tudatalatt is rájöttem, hogy ők ugyanolyan emberek, mint én is vagyok, ugyanúgy nevetnek, szeretnek, sírnak, boldogok, szomorúak, élnek, esznek, van történetük, van családjuk, vannak céljaik, álmaik, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a bennem lévő mondjuk minimális rasszizmus, amit mondjuk a kezdeti éveimből hozok a kis ceglédi életemből és az egyszerűbb gondolkodásból, az gyökeresen megváltozzon, és egy sokkal elfogadóbb ember legyek, mint voltam valaha is korábban. Mert szerintem a rasszizmus és az idegen gyűlölet egyik forrása az, hogy az ember nem találkozik más emberekkel, mint amilyen ő maga is, illetve az ő megszokott környezete, és mert nem találkozik más emberekkel, ezért azok félelmetesek, azok frusztrálóak, azok különféle nehéz érzelmeket keltenek benne, és hát persze, hogy erre agresszióval, gyűlölettel, kirekesztéssel reagál, mert hát ösztönlények vagyunk mi emberek. Egy jó példa erre, hogy egy ismerősöm mesélte, hogy egy ismerőse hazavitte a fekete bőrű barátnőjét Erdélybe, egy esküvőre, és hát azon a kis településen, ahol voltak, nem tudom pontosan hol volt ez, hát senki nem látott még fekete bőrű embert. Mindenki úgy nézett, mintha maga a sátán szállt volna le a földre, mindenki ki volt akadva, megbámulta, mutogatott, nem tudom, és már többször ilyen sírás közeli állapotba került szegény lány, mert hogy olyan behatások érték a különféle szituációkban, egyszerűen azért, mert nem találkoztak még mással. Viszont ha kimész egy időszakra külföldre tanulni és dolgozni, és nem zárkózol el ezektől az élményektől, mert úgy is lehet ám külföldön lenni, hogy te aztán nem beszélsz senkivel, rá se nézel senkire, jaj, te téged hagyjanak békén, jaj, te csak a magyarokkal, te senki mása, így is lehet, csak nem érdemes. Ha nem zárkózol el, nem vagy elutasító, nyitott vagy ezekre a beszélgetésekre, kapcsolódásokra, megismerkedésekre, akkor képes leszel mindenfajta emberrel megtalálni a közös hangot, kapcsolódni, megérteni egymást, és gyakorlatilag mondhatni, beoltod magad a rasszizmus és idegen gyűlölet ellen. Megtanulod értékelni az életedben lévő dolgokat. Nem akarom szépíteni a dolgot, az első egy hét, amikor még az egyetem se kezdődött el, csak ilyen beiratkozás volt, de nem volt még nagyjából semmi, illetve az első egy-két hét, amikor még nem ismertem senkit és semmit, az
elég kétségbeejtő volt, és szörnyen magányos. Soha életemben nem tapasztaltam meg olyan szintű magány és egyedüllét érzését, mint ott abban az egy-két hétben. De pontosan ez volt az az élmény és tapasztalás, ami rádöbbentett arra, hogy mennyire fontosak az életedben lévő emberek, és hogy mennyire nem természetes, hogy ők ott vannak, és hogy mennyivel sokkal jobban meg kellene becsülnöm az ő jelenlétüket, és többet foglalkozni velük. Tehát egy nagyon hasznos élmény és tapasztalás volt. Szembe kellett néznem ezzel a végtelen magánnyal és egyedülléttel, lelkileg meg kellett erősödnöm, fel kellett építeni magamat, de sikerült, és aztán már lettek ugye emberi kapcsolataim, barátságok, ismerősök, bulik, nem tudom, nyilván már a helyzet is jobb lett, ugyanakkor megtanultam a magánnyal és egyedül léttel is együtt élni, úgymond, és már nem volt ez fájdalmas számomra, tehát több fronton is profitáltam ebből a dologból. Fejlődik az önismereted. Mivel külföldre költözni és ott élni egy fél évig, egy évig, az egy elég nagy komfortzóna átlépés. Igazából nem is kilépésnek mondanám, hanem kiugrásnak, kiszaltózásnak, ki előre bukfencezésnek. És mivel folyamatosan olyan ingerekkel találkozol, amikkel korábban nem, vagy a legegyszerűbb ingerek és szituációk, hétköznapok, vásárlás, tömegközlekedés más, különböző, új, mivel egy másik országban csinálod, ezért, hogyha picit is tudatos vagy, és picit is beszélgetsz magaddal, és megvizsgálod a reakcióidat, hogy hogyan állsz az egyes szituációkban, milyen érzések kavarognak benned, hogyan működsz, akkor rengeteget tanulhatsz magadról, és rengeteg mindent felfedezhetsz saját magadban. Azt pedig, hogy jobban ismered önmagadat, nem is kell mondanom, hogy az életed minden területén meghálálja magát. Jobb karrier lehetőségeid lesznek. Mondanom sem kell, hogy azt, hogy te külföldön tanultál, vagy külföldön dolgoztál egy ideig, az mennyire jól mutat a CV-dben, és hogy milyen előnyökkel jár majd neked az állásinterjún az megítéléskor, erre emelítélnek a börtönbe, a megítéléskor, illetve elbíráláskor, mert már sokkal pozitívabban fognak rád tekinteni. Miért? Azért, mert ez előfeltételez bizonyos skilleket és személyiségjegyeket. Nyilvánvalóan ez attól is függ, hogy melyik országba mentél, milyen hosszan, milyen pozícióban, mit csináltál ott, de előfeltételezi, hogy talpra esett vagy, magabiztos, nyitott, sokat látott, bevállalós, probléma megoldó, együtt tudsz működni másokkal, tehát számos olyan skillt feltételez elő egy ilyen kaland, ami nagyon hasznos bármilyen munkahelyen egyébként. Megtanulhatsz egy adott nyelven. Ez már annyira nyilvánvaló, hogy kár beszélni is róla, de nyilvánvalóan meg tudsz tanulni egy adott nyelven, ha kimész az adott országba, és óriási löketet tud adni a nyelvtanulásodnak. Az már kevésbé nyilvánvaló, hogy csak akkor, hogyha erre tudatos erőfeszítést teszel. Az olyan hülyeségeket felejtsd el például, hogy te nulla nyelvtudással kimész egy adott országba, és felszippantod magadra a nyelvet, és felsőfokú tudással jössz haza, ez csak a gyerekeknek megy. Viszont a kiutazás előtt már egy alapszintre, esetleg középszintre feltornászod magad, kint is folytatod a tanulást, akár beiratkozol egy nyelviskolába, a helyi tanároktól tanulsz, törekedsz arra, hogy interakcióba lépj a környezeteddel, és nem csak magyarokkal beszélgetsz az ismerőseiddel, hanem szándékosan törekszel arra, hogy használd a nyelvet, és bátran használd, akkor rengeteget tud fejlődni a nyelvtudásod. Madridban például az egyetemen angolul zajlott az oktatás, a hétköznapokban viszont inkább spanyolt kellett használnom, illetve a diákokkal, az erasmusosokkal vegyesen spanyol-angol váltakozott, úgyhogy mind a két nyelvből tudtam tapasztalatokat szerezni, ami nagyon-nagyon értékes volt. Megtanulsz gazdálkodni a pénzzel. Az odáig oké, hogy az Erasmus Plus egy egész jó összeget hozzád vág, hogy menj és költsd el egy másik országban, viszont azért arra nem elég, hogy ötcsillagos szállodában lak, vagy nem tudom, ilyen luxus penthouse-ban, meg hogy kaviárt tegyél minden nap, meg veresd a bulikákat minden nap reggeltől estig is így áll, mint a gödény, mert hogy azért oda kell figyelni a költésedre rendesen. Nekem is nagyon tudatosan oda kellett figyelni, be kellett osztani, számogatni a pénzt, hogy milyen ételeket vegyek, milyeneket nem, hogy hol legyek, hova menjek, hova kiránduljak, milyen buliba, milyen profizetős programra menjek el, különösen a bulikban az alkoholfogyasztás az ugye végtelen pénzt el tud vinni, különleg egy bizonyos pont után, úgyhogy azért oda kell figyelni, és ez nagyon sokat tanít neked a tudatosságról, hogy van egy adott összeg euró a kezedben, amivel gazdálkodhatsz, ha az elfogy, akkor vége over, ennyi volt, és hogy erre bizony oda kell figyelni, és ez nagyon sokat tanít neked a pénzügyi tudatosságról. Elképesztő és életre szóló élménnyel gazdagodsz. Sosem felejtem el, amikor egyik nap Madrid belvárosában ücsörögtem, ott kirándulgattam, néztem a tájakat, meg az épületeket, és éppen ültem a fűben, és rágcsáltam egy almát a Palacio de Madrid előtt, jöttek a turista csoportok, siettek a turisták, fotóztak, mentek, és én ücsörögtem, rágcsáltam az almát, és azon gondolkodtam, hogy basszus, ez de menő, hogy én nem turista vagyok, nem rohanok egyik helyről a másikra, nem fotozok mindent, hanem én itt vagyok.
én itt élek életvitelszerűen, és én itt megtehetem, hogy ücsörgök, és hogy ez annyira, de annyira menő volt, hogy mai napig emlékszem erre az érzésre. Számos ilyen rádöbbenésem, aha élményem, emlékezetes pillanatom volt, amit fel tudnék idézni, csak hogy ilyen a legegyszerűbbeket mondjam, amikor Sevillában sétáltunk februárban, kabátban, kesztyűben, sapkában, és a narancsfák ott voltak az út szélén tömkelegével, és levettem egy narancsot, és megettem róla, hát ez valami zseniális élmény volt. Vagy amikor kezdő szalsza táncos tanítós este mentem el, és ott bénáztunk, fantasztikus volt. Vagy amikor Valencia futurisztikus épületei mellett sétálgattam és gyönyörködtem, amik azóta egyébként több filmben és sorozatban is szerepeltek, mint a jövő, gyakorlatilag tényleg úgy néznek ki, a Westworldben is ott voltak például. Szóval, ha élethez szóló élményeket szeretnél szerezni magadnak, akkor ki ne hagyd azt, hogy egy fél évre, egy évre kimenni tanulni vagy dolgozni egy másik országba, mert tényleg ilyenekkel fogsz hazatérni. Persze számos más előnye is lehet még egy ilyen élménynek, amit külön nem fejtek ki nagy pontként. Például, hogy megszereted az utazást és nem fogsz félni az új kalandoktól, kapcsolatokat építhetsz, amik később jól jönnek majd. Hogy egy teljesen új életet kezdhetsz és kipróbálhatsz egy új életet. Kipróbálhatsz helyi ételeket, szórakozási formákat, meg persze helyi románcokat is. Sikerélményeket szerezhetsz és önbizalmat építhetsz. Konklúzióként tehát még egyszer azt tudom mondani, hogy tényleg egy élethez szóló élményről van szó, egy fél éves, egy éves akár időtartamú külföldi tanulás esetén, az Erasmus Plus pedig egy fantasztikus lehetőség erre, hiszen rengeteg pénzzel támogatnak, hogy ezeket az álmokat valóra tud váltani, és ezeket az élményeket meg tud szerezni az életedbe, úgyhogy dőreség kihagyni egy ilyen lehetőséget, úgyhogy csekkoljátok le mindenképpen. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsétek le a véleményeteket a komment szekcióba. Ne felejtsetek el ellátogatni a Tanulom Magam Facebook oldalára, a Tanulom Magam Tanulók Facebook csoportjába, illetve most már van támogatási lehetőség is a csatornán, melynek keretében, ha havi összeggel támogatod a csatornát, akkor minden hónapban exkluzív tartalmakhoz férhetsz hozzá, illetve visszamenőlegesen is megnézheted az előző hónapok exkluzív tartalmait. Ott van még az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láthattok, úgyhogy érdemes lehet lecsekkolni, hogyha érdekel titeket az ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok! We'll be right back.